Köszöntöm nézőinket, önök a Tornatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szigorítás, nem zárják le a Szekszárd körüli kirándulóhelyeket. Húsvét előtti bevásárlás, nagy volt a forgalom a boltokban. Továbbra is van helyük a számítógépeknek, a szekszárdi tankerületben 100 eszközt adtak eddig kölcsön. Segítenek a rászorulóknak, az egyházak is adnak lelki és anyagi támogatást. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a polgármesterek döntésére bízta, hoznak-e speciális, szigorú intézkedéseket településeiken a koronavírus járvány megelőzése érdekében. Az ország több részén éltek a lehetőséggel, Tolna megyében ez nem jellemző. A szekszárdia kedvenc kirándulóhelyein nem lesz szigorítás, de a rendőrök kifejezetten ellenőrizni fogják a forgalmasnak számító helyeket. Tűzdefigyelmeztető tábla a sötét völgyi erdőben. Nem a jelenlegi helyzet az, amikor családosan barátokkal szalonnasütést kell szervezni a természet lágyölén. A vírusveszélyről szóló folyamatos figyelmeztetés hatására alig néhányan sétálnak vagy töltik itt idejüket. Szerintem a őzektől nem kell félni, meg a szarvasoktól. Kijövök ide, nem barátkozni jövök, sétálok, körülnézek, túrázok. Én ezt szóval egy kicsit túlihegésnek tartom. Tehát persze, van járvány, de én arra statisztikára lennék kíváncsi, hogy egy sima, nagy influenza szezonba hogy alakulnak a számok. Sötét vagy nagyobb része fölött Szekszárd önkormányzata rendelkezik. Itt sem és Szekszárdon sem vezetnek be különleges települési korlátozást. Ácsezső polgármester ugyanakkor a városi rendőrkapitánnyal egyeztetett, és nagyobb közterületi jelenlétet kért a hatóságoktól. Így húsvét ideje alatt a rendőrség a polgárőrökkel közösen ellenőrzi majd különösen a játszótereket, illetve a nyitvatartó boltok, üzletek környékét. Sötét völgy mellett a Szálkai tó és környéke is a frekventált kirándulóhelyek egyike. Ott jártunk idején, elsősorban a horgászok birtokolták a partszakaszt, a szabályoknak megfelelő távolságot tartva. Pálffy János polgármester azt mondja, azt tapasztalja, a látogatók is betartják a szabályokat. Azt mondja, naponta többször körbejárja a tó környékét, és tapasztalatai alapján nem kíván különleges intézkedéseket bevezetni. Én többször körbejárom a falut, a tó környékét is naponta. Természetesen, ha valamilyen rendellenesség történne, akkor biztos, hogy meg fogok hozni ezt az intézkedést, de ameddig nem muszáj, addig nem fogom meghozni. Szerkesztőségünk több Tolna megyei település polgármesterének tette fel a kérdést arra vonatkozóan, tervez-e bármiféle korlátozás bevezetését a húsvéti ünnepekre. A válasz minden esetben az volt, semmiféle korlátozás bevezetését nem látják szükségesnek. A Tolna megyeiek által előszeretettel látogatott Óbányára és a szomszédos Mecsek-Nádasdra sem hajthatnak be azok, akik nem ezen települések valamelyikén élnek, vagy van ingatlanjuk, esetleg igazoltan dolgozni érkeznek oda. A polgármesterek itt éltek ideiglenes jogukkal, és szigorúbb intézkedéseket vezettek be a húsvéti időszakra. A közlekedőket a polgárőrség és a rendőrség ellenőrzi. Jó napot kívánok! Én ahol sok tetszének lenni? Rajtási engedélye rendelkezve? Ilyen esetekben nem engedik be Óbánya területére a közlekedőket. Orbán Viktor csütörtöki bejelentése után a baranyai település polgármestere az elsők között jelentette be, hogy a húsvéti ünnepek idején lezárják a községet. Mi már vasárnap próbáltuk visszafordítani a hozzánk érkezőket, mert 128 autót számoltunk, aki kiérkezett. Ezáltal nálunk természetes volt, hogy élünk ebben a joggal, hogy a mai naptól húsvét hétfőig lezárjuk a települést. Ez azért is mindenképpen fontos volt, hiszen a lakosság nagy része idős. Ezzel is védeni szeretnék a legveszélyeztetettebb korosztályt, így csak óbányai lakcímmel vagy ingatlannal rendelkezők mehetnek be a településre. Nem lehetett óra utolom. A szabály betartásáról a helyi polgárőrség gondoskodik, akik akár a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatására is kérhetik a közlekedőket. Ez pedig már Mecsek-Nádasd. Az Óbánya melletti település szintén élt azzal a lehetőséggel, hogy a polgármesterek külön intézkedéseket vezethetnek be a húsvéti időszak alatt. Így a szomszédos községhez hasonlóan Mecsek-Nádasdra is csak az ott lakók hajthatnak be. Emellett számos intézkedéssel igyekeznek lassítani a koronavírus terjedését. A maszkokat a helyi önkéntes varrónőkkel készítettünk el. A tűzoltóság, polgárőrség segítségével helyiekkel osztottunk ki, és különböző helyi önkéntesekkel.
Az idősek részére megbiztosítunk napi ellátásban, napi bevásárlást, illetve meleg ételszállítást. Az óvodánkat azt csak ügyeletben működtetjük most ezen a vészhelyzet időszaka alatt. Tűzgyújtási tilalmat rendeltem el. Mint ismert, a polgármesterek részére biztosított speciális lehetőség, hogy külön helyi intézkedéseket hozhatnak, húsvét hétfőig áll fenn. Így a nagypénteken bevezetett rendelkezések április 13-a hétfő éjfélig érvényesek. Péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló rendelet, ez pedig többek között tartalmazza azt is, hogy más üzletekhez hasonlóan a dohányboltoknak is be kell zárniuk délután 3 és reggel 6 óra között. Ebben az időszakban csak dolgozó tartózkodhat bent. Ezt nyomatékosította Lakatos Tibor ezredes is az operatív törzs péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert az utóbbi napokban egyre több helyen előfordult, hogy a dohányboltok környékén sokan csoportosultak a délután és este folyamán, ez pedig gyorsíthatja a koronavírus terjedését, aminek elkerülése közös érdekünk. Újságírói kérdésre válaszolva elmondták azt is, hogy a húsvéti hétvégén fokozott rendőri ellenőrzésekre kell számítani, ám most a szokásokkal ellentétben nem az ittas vezetőkre koncentrálnak. Ha nem alapos indokkal van valaki közterületen, akkor figyelmeztetésre, pénzbírságra, súlyosabb esetben eljárásra is számíthat, magyarázta Lakatos Tibor. Hatalmas volt a húsboltok és hipermarketláncok forgalma a húsvét előtti napokban. A szekszárdi kisebb üzletekből szinte minden termék elfogyott, a nagyáruházak azonban felkészültek az ünnepek előtti vásárlói rohamra. A vevők vitték a sonkát, a sertéslapockát, de az édességek és a húsvéti díszek is nagyon fogytak. Árulta a parassonkát az egyik kereskedő Szekszárdon. Azt mondta, a héten különösen nagy volt a forgalma, nála egy kiló sonka 2300 forinttól indult. Volt, aki a húsvét miatt több kiló füstölt árut vitt, több mint 10.000 forint értékben ettől az árustól, ahova folyamatosan érkeztek a vevők. Jelen pillanatban, mivel húsvét előtt állunk, azért nyilván az átlagnál nagyobb a forgalom és a kereslet ezekre a termékekre, sonkákra, kötözött sonkák, amiket megfőzik emberek húsvétra, illetve szívsonkáink vannak. Nem csak a piaci árusoknál, hanem a húsboltokban és áruházakban is hatalmas volt a forgalom a hét második felében. Csütörtökön 12 óra tájékán több szekszárdi kisebb üzletvezetője azt mondta, alig maradt termékük. A csirke mellett karajt, lapockát elkapkodták a vevők. Nem mertek többet rendelni ezekből a termékekből, mert nem tudták, mekkora lesz a forgalom a járvány miatt. Az egyik nagy szekszárdi áruházban azonban felkészültek a vásárlói rohamra. Már délután 2-kor kígyózott a sor a húspult előtt, ahol semmiből nem volt hiány. A legnagyobb kereslet a csirkemell, csirkecomb, sertészcomb, sertéslapocka iránt volt. Bár lehetett kapni bárányt és kacsa mellett is. Sokan vitték a paraszt sonkát is, amiből 1 kg 2300 forintba került. 1 kg füstölt sertéshúsért vagy csülökért pedig 1700-2000 forintot kértek el. A vevők egy akció miatt a húsvéti díszeket, édességeket elkapkodták. Délután 2-kor már alig lehetett találni a polcokon ezekből a termékekből. Szabó Balázs, az áruház vezetője azt mondta, a forgalom nem nőtt meg, hanem átalakult. A kertészeti termékek iránt csökkent, az élelmiszer és egyéb termékek iránt pedig nőtt a kereslet. A hipermarketlánc országos szinten egyébként korlátozta az egyszerre beengedhető vásárlók számát a koronavírus járvány miatt. Ez azt jelenti, hogy egy időben az áruház alapterületéhez képest annyi ember tartózkodhat bent, ahány biztonságosan be tudja tartani a 2 méter távolságot egymás között. A vásárló számot egy applikáció segítségével az üzletek bejáratánál a dolgozók követik és ellenőrzik. A szekszárdi áruháznál ez a limit 328 fő volt. Délután 2-kor meg is közelítette ezt a számot a forgalom. Folyamatosan érkeztek a vásárlók, a nagy forgalomhoz bizonyára az is hozzájárult, hogy a húsvét miatt pénteken, vasárnap és hétfőn zárva tartanak a boltok.
210-zel ugrott meg a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon pénteken, ezzel a fertőzöttek száma 1190-re emelkedett, közölte pénteken a hivatalos koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap. Péntekre 11 ember vesztette életét koronavírus fertőzés miatt Magyarországon, így a járvány áldozatainak száma 77-re nőtt. Az látható a területi adatokból, hogy továbbra is Budapesten a legmagasabb a fertőzöttség, Torna megyében 13 fertőzött van. A koronavírus járvány nélkül is túltermelés van a halpiacon, ennek ellenére aki csütörtök után akarta megvásárolni az ünnepi étkezéshez szükséges halat, már nehézségekbe ütközhetett. Több tornamegyei kereskedő nem merte megrendelni a húsvétkor szokásos mennyiséget, mivel nem volt biztos, hogy a mostani járványügyi helyzetben el tudja majd adni a halat. A friss és fagyasztott haltermékekből az utóbbi hetek során a megszokott árumennyiségnek csak 15-20%-át rendelték meg a vállalkozásoktól, pedig karácsony után húsvétkor fogy a legtöbb hal. Exportra fognak ki halakat Bonyhádon. Ezeken a korábbi felvételeken is jól látszik, hogy néhány hónapja még nem volt gond a halfeldolgozással és értékesítéssel. Most arra viszont több kihívással néz szembe az ágazat. Egyrészt túltermelés van a halpiacon, erről számolt be Csibi Csaba bonyhádi haltenyésztő. Évről évre nagyobb a termelés, és ezzel arányosan egy kicsit csökken a fogyasztás. Hát akár a belföldi, és a külföldi meg nagyba függ a környező országoknak a terméseitől. Azt, tehát a csehszlovák és a lengyel terméstől. A túltermelés csak tetézi, hogy a koronavírus járvány miatt belföldre és külföldre sem kell annyi hal. Ezt mi is érzékeltük, heti 2-3 szállítás helyett egy, esetleg kettő, tehát felére mondjuk visszaesett az export. Nálunk ugyanígy most, amióta van a kiárási korlátozás, érezhetően csökken a belföldi felvétel. A Tolna megyei haltenyésztőket és kereskedőket megkérdezve kiderült, hogy többen nem merték megrendelni a korábbi húsvétkor szokásos halmennyiséget, mert a járványhelyzet miatt bizonytalan volt, hogy el tudják-e majd adni az árut. Vásárolni viszont lehetett menni, és a csütörtök délutáni forgalom Szekszárdon azt mutatta, hogy az emberek mentek is. Így volt, ahol már csütörtök délben elfogyott a teljes készlet, aki később érkezett, néhány boltban hal nélkül maradhatott. Általánosságban elmondható, hogy a friss és fagyasztott haltermékekből az utóbbi hetekben a megszokott áru mennyiségnek csak 15-20%-át rendelték meg a vállalkozásoktól, emiatt is lehet, hogy a legfrissebb felmérések szerint 1000 tonna étkezési pont eladása és elhelyezése okoz gondot az ágazatnak. 100 darab számítógépet, laptopot osztottak ki a szekszárdi tankerületben olyan családoknak, akiknek vagy nem volt, vagy több gyermek esetén kevés volt a meglévő eszközük, így nehezen tudtak volna részt venni a digitális oktatásban. A Tolnai megyeszékhelyen az önkormányzat is segít gépekhez jutni, a kábelszolgáltató TAR Kft. Pedig az internetet adja féláron. Szabadon vannak a kábelek a szekszárdi Bakka István általános iskola informatika termében. A gépek egy részét kölcsön adták, hogy így is segítsék az iskolában tanuló diákokat. Volt szülői megkeresés, ahol problémát okozott otthon a számítógépnek a hiánya. Felvettük a kapcsolatot a szülőkkel, illetve az iskolában tanuló gyerekek közül, akik legalább hárman vannak egy családban, őket mindenhol, mindenkit felhívtunk, értesítettük őket, és bejöttek és átvettek számítógépet. Ennek a keretében 10 darab asztali számítógépet és 2 darab laptopot tudtunk adni a szülőknek. Lassan egy hónapja működik a digitális tanrend, vagyis leegyszerűsítve a tanárok interneten küldik a tananyagot, leckét, a diákok pedig visszaküldik az elvégzett feladatokat. Pál Tibor igazgató helyettes úgy látja, az elmúlt hetekben a pedagógusok szintet ugrottak a digitális oktatásban, és a tanulók is felvették a fordulatot. Ennek viszont alapfeltétele az eszközök megléte, ezért nem csak a Bakka István általános iskolában, hanem tankerületi szinten is több gépet kölcsön adtak. Sajnos sok helyen ugye számítógép probléma volt, vagy nem volt egyáltalán a családban számítógép, vagy a több gyermekes családoknál csak egy gép állt rendelkezésre. Hát ugye az iskolákban bőven áll rendelkezésre gép, ahogy itt a tanteremben is láthatjuk, és tankerületi szinten 100 darab számítógépet, tabletet, laptopot osztottunk ki családoknak,
kölcsön adtuk őket, és majd ugye a tanév végével ezek visszaérkeznek az iskolákba. Így próbálunk segíteni ahhoz, hogy az online tanításba mindenki be tudjon kapcsolódni. A segítség ellenére is vannak még olyan családok, ahol áram sincs a házban, és olyan is, ahol az internet előfizetés hiányzik. Utóbbi esetben jó lehetőség, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a szekszárdi székhelyű kábelszolgáltató TAR Kft. Beköti az internetet, és a tanév végéig a havidíj felét elengedi. Szekszárdon ehhez az akcióhoz csatlakozott az önkormányzat is, átvállalva az előfizetési díj másik felét a rászorulóknak. Ezt húsvét előtt jelentették be a Városházán, ahol az önkormányzat első körben 30 asztali gépet adott olyan szervezeteknek, akik eljuttatják azokat a megfelelő helyre. A tankerület vezetője azt mondja, ha adományként kapnának az iskolák laptopot, számítógépet, azt ki tudnák még adni azoknak a sokgyermekes családoknak, ahol szükség lenne még több eszközre. Ezért a szekszárdi önkormányzat továbbra is várja azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek a felajánlásait, akik használt, de jó állapotú gépekkel segíteni tudnak. Lélekerősítő elnevezéssel indított telefonos segélyszolgálatot a Pécsi Egyházmegye Kórház lelkészsége. Mentálhigiénés szakembereket és papokat hívhatnak a beszélgetni vágyók minden nap 9 és dél, valamint délután 3 és este 7 óra között. A telefonhívásokat Baranya és Tolna megyéből várják. Teréz nővér mentálhigiénés szakemberként vállalta, hogy csatlakozik a lélekerősítő csapatához. A Ferences Rendi nővér a 2019-ben alakult kórház lelkészség munkatársa. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben azonban ő sem tudja személyesen látogatni az egészségügyi intézményeket. Ez mindenkinek új, de az, hogy van egy lelki megterhelés, és hogy ahhoz, hogy hogyan álljunk hozzá, hogy az erőforrásainkra, hogy találjunk rá, amelyikbe egy picit így elbizonytalanodtunk, hogy megtaláljuk a megküzdési módszereinket, talán amik korábban működtek, most mintha nem találnánk. Úgy gondolom, hogy ha van valaki, akivel megoszthatjuk azt, amit megélünk, akkor könnyebben rátalálunk ezekre az erőforrásokra. Az új, még mindenki számára ismeretlen helyzet bármelyikünk részére bármikor krízis helyzetet teremthet. Ezért indította el a Pécsi Egyházmegye Kórház lelkészsége a lélekerősítő szolgáltatást. Tehát a reményt akarjuk ezáltal is az emberekben erősíteni, ebben a megpróbáltatásban is. Ahogy Ferenc pápa tanítja, hogy a keresztény ember a világjárványra imádsággal válaszol, és azáltal, hogy a figyelmesség, a gyengétség, a közelség, az együttérzés konkrét gesztusait adjuk, fejezzük ki egymás számára. Ezt szeretnénk mi ezzel a telefonos beszélgetéssel lehetővé tenni. A 72-es körzet 513-030-as központi telefonszámot tárcsázva Baranya és Tolna megyéből lehet a civil szakemberekkel beszélgetni minden hétköznap 9 és 12, valamint 15 és 19 óra között. Az atyákat hétvégén is lehet hívni ugyanebben az időintervallumban. Regionális híreink következnek Somogyból és Baranyából. Maradjanak otthon, erre kéri a balatonfenyvesi polgármester a lakosokat. Korlátozások, Kozár Mislenyben lezárják a településen működő horgásztavat. Otthonmaradásra buzdít a Tojás Múzeum, honlapjukon mutatnak díszítési technikákat. A jó idő vonzza a nyaraló tulajdonosokat a Balatonhoz, Balatonfenyves polgármestere viszont otthonmaradásra kéri őket a saját maguk és a többi fenyvesi egészsége érdekében. Mint Lombard Gábor hivatalos levelében fogalmaz, végig kell gondolni, hogy mennyiben különbözik egy nagyváros és egy szezonon kívüli balatoni üdülőhely egészségügyi és szociális ellátórendszere. A településvezető elmondta, bízik abban, hogy a most készülő helyi fejlesztéseket a vírus követően pár hónap múlva birtokba vehetik a vendégek és a fenyvesi lakosok egyaránt. Lezárt játszóterek, csendes Balatonpart, csak kevesen sétálnak Balatonfenyvesen. Hogy az elkövetkező napokban is így maradjon, ezért hivatalos levélben kérte az otthonmaradásra a nyaraló polgárokat a település polgármestere. A fenyvesiek nagyon-nagyon betartják ezt, és fegyelmezetten viseltetnek ez iránt. Nyilván
azt nem szeretnénk, hogyha, mivel Fenyvesen ugye négyszer annyi üdülő tulajdonos van, mint amennyi állandó tulajdonos, hogyha mondjuk megindulnak ezek a nagyvárosok Balatonfenyves felé, itt sem az egészségügyi ellátórendszer, sem pedig egyéb ellátórendszer nem tudja ezt a hirtelen jött mennyiséget feldolgozni. A jó idő viszont vonza a nyaralókat, mondja a polgármester. Nagyon sokan érkeznek hozzánk a nagyvárosokból, és azt gondolják, hogy itt minden rendben van, mert süt a nap, szép a Balaton, de hát nem erről van szó. Mi igyekszünk az étkeztetéseinket, és mindent úgy végezni, ahogy a leginkább megkívánja egyszer a helyzet, másodszor pedig az, hogy hogyan tudjuk óvni magunkat, és ezáltal nyilván másokat is. Lombár Gábor fegyelmezettségre és a szabályok betartására kér mindenkit. Én azt gondolom, hogy arra kell készülni, hogy elhúzódik ez a történet. Nyilván nagyon szeretnénk, ha lenne szezon, lenne nyár. Nem véletlenül folynak a fejlesztések a Balatonfenyvesi strandon, ugye az MTÜ-s pályázatnak köszönhetően. Nem véletlenül készül itt mögöttünk hamarosan a kerékpár körút a Balaton környékén, mert készülünk a nyárra, várjuk a turistákat, de én azt gondolom, hogy most az első az, hogy legyünk nyugodtak, legyünk mértéktartóak, még ha 20 fok is, foglaljuk el magunkat otthon, és ne veszélyeztessük magunkat és másokat szintén. A koronavírus járványnak már érezhető negatív gazdasági hatásai vannak. A turizmusban érdekelt vállalkozások és önkormányzatok is bevételkieséssel számolnak. Már látjuk a hatását, hisz itt a húsvét ilyenkor, egyéb esztendőkben a vállalkozások már a nyitásra készülődnek, ha nem nyitottak ki. Nálunk Fenyvesen van egy, maximum két olyan büfé, amelyik próbálkozik a nyitvatartással. Nyilván ugye csak elvitelre lehet az ételeket és a termékeket. Ezt nyilván a vásárlók nem igen szeretik betartani, mert szeretnek ott üldögélni a Balatonparton, ezek csodálatos szép helyen vannak, de ezt mi meg igyekszünk meggátolni, tekintettel arra, hogy nagyon nagy rizikója van annak, hogyha nem tartjuk be azokat az előírásokat, amik vannak. Mint azt Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, egyben a Balatoni Szövetség elnöke elmondta, a koronavírus járvány miatt a települések költségvetésük újratervezésére készülnek. Több aranyai településen is bevezettek helyi intézkedéseket a húsvéti időszakra a koronavírus elleni védekezés érdekében. A Pécsvárad melletti Dombai-tó környékén például csak a helyiek tartózkodhatnak, Kozár Mislányban pedig lezárják a településen működő horgásztavat. Emellett a művelődési ház előtti teret sem lehet majd használni, ahol ott jártunkkor még árusok kínálták portékáikat. A rendelkezések péntek éjféltől hétfő éjfélig élnek. Ezzel a táblával hívja fel a figyelmet Pécsvárad polgármestere arra, hogy a Dombai-tó körül csak a helyi lakosok és ingatlan tulajdonosok tartózkodhatnak. Ott jártunkkor szinte teljesen üres volt a terület, egy helyi hölgyel és két unokájával találkoztunk. A bezártságot egy kicsit nehezebben törik, és most egy picit körben járunk, ahol szabad levegő lehetnek egy picit, és vagyunk haza. A korlátozás a koronavírus terjedésének lelassítását szolgálja. A szabály betartását a hatóság is ellenőrzi naponta többször. De nem csak Pécsváradon tiltották meg a tó körül végzett szabadidős tevékenységeket. Ez a kiírás már a kozelmislenyi horgásztónál olvasható. A baranyai településen pénteken élvezhették utoljára a kellemes tavaszi időt a helyiek. Április 11-e éjféltől ugyanis itt is korlátozások lépnek életbe, tudatta a lakossággal Bíró Károly közösségi média oldalán. Intézkedtem, hogy a művelődési ház parkoló az teljes körűen lezárásra kerüljön. Ez az intézkedés ez április 13-án 24 óráig marad érvényben. Tehát a húsvéti ünnepek végéig fog tartani ez a korlátozás. Egyeztettem a horgásztó üzemeltetőjével,
és a horgászat is megtiltásra kerül ebben az időszakban. Most is szép számmal látogattak ki a horgászat szerelmesei a vízpartra. Mint a tógazdától megtudtuk, Baranya legkülönbözőbb részeiről érkeznek Kozán Mislenybe horgászok. A húsvéti ünnepek alatt azonban tilos lesz ezt a tevékenységet folytatni a településen. Bíztunk benne, ameddig nem hozzák meg ezeket a törvényeket, meg módosításokat, addig ki lehetett volna inni a családoknak, ennyi kimozdulási lehetőségük lett volna, de hát ezzel nem tudunk mit tenni sajnos. Meghoztuk a törvényt igazából, megtesszük, amit lehet, és bízunk benne azt, hogy a jövő héten már lehet újból kezdeni a horgászatot. Néhány méterrel odébb a művelődési ház melletti parkolóban még egy utolsó húsvét előtti piacot is tartottak, hiszen ahogy a polgármester elmondta, ezt a területet is lezárják az ünnepi időszak ideje alatt. Hát, hogyha szükséges ez, akkor természetesen muszáj ezt meglépni. Húsvétkor legtöbben szerintem otthon leszünk a családjainkkal, úgyhogy ki lehet bírni. Kozán Mislenyben emellett a kerti hulladék égetését is megtiltották, és továbbra is arra kérnek minden lakost, hogy maradjanak otthon. A helyi intézkedések a kormányzati döntés szerint április 13-a hétfő éjfélig érvényesek. Újdonsággal készültek a húsvéti ünnepekre a Zengő Várkonyi Míves Tojás Múzeum munkatársai. A kiállítótér megújult honlapján különböző tojásdíszítési technikákat mutatnak be, de játékokat is találhatnak a weboldalon az érdeklődők. Az idén 20 éves jubileumát ünneplő múzeum ezzel szeretné arra biztatni a látogatókat, hogy maradjanak otthon. Online tartalmakkal bővül a Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum honlapja. Az idén 20 éves jubileumát ünneplő kiállítótér a húsvéti ünnepekre készülve számos tojásdíszítési technikákat bemutató képeket, illetve leírásokat tesz közzé a weblapon. Többek között a viaszlevonás, a batikolás, a gravírozás vagy a karcolás módszerét is elsajátíthatják az érdeklődők. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlják a böngészést, emellett interaktív játékokkal is készülnek a múzeum munkatársai. Ezen kívül még feltettünk az úgynevezett hímes tojás tudokunkat, ami szintén felnőttek és gyermekek részére is kellemesi kapcsolódást jelenthet. Ez olyan, mint a rendes sudoku, csak annyi, hogy számok helyett hímes tojás mintákat kell megfelelően elhelyezni ezekbe a négyzetekbe. Neket letölthető PDF formátumban tettük fel, játékszabályzattal. A tervek szerint csak a húsvéti időszakban indult volna el az új honlap, azonban a kijárási korlátozás miatt hamarabb megnyitották a weblapot. Ezzel is arra biztatják a közönséget, hogy maradjanak otthon és online látogassák a múzeumot. A tartalmakat folyamatosan frissítik, bővítik, és az ünnepek után is elérhető lesz. Végül nézzük legfontosabb Tolna megyét érintő híreinket még egyszer röviden. Szigorítás, nem zárják le a Szekszárd körüli kirándulóhelyeket. Húsvét előtti bevásárlás, nagy volt a forgalom a boltokban. Továbbra is van helyük a számítógépeknek, a szekszárdi tankerületben 100 eszközt adtak eddig kölcsön. Segítenek a rászorulóknak, az egyházak is adnak lelki és anyagi támogatást. Szombaton és húsvét vasárnap is koranyáriasan meleg idő várható. Csapadék továbbra sem valószínű, húsvét hétfőn viszont megerősödő délnyugati széllel hideg front érkezik, és éjjel már viharos lökések mellett hirtelen lehűl a levegő, egyre több felé esni kezd, a kellemetlen időjárás várhatóan kedden is kitart. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Vigyázzanak magukra húsvétkor is, viszontlátásra!